képviselnek, tehát felkészülésben segítik, de hát nézzük itt a lényegi dolgokat. Lawson már készülődik. A kanadai, akinek 11 NHL mérkőzése is volt, és itt az első magyar jelentkező, Galanis, ha jól látom. De jó lenne úgy indítani, hogy itt van az előny. Ugye nem feledhető, eddig egyszer sem volt, ha az összesített eredményt nézzük, a szlovákoknál az előny. Létezik, hogy csak 3-3 lövő lesz, annyi karika jelent meg. Galanis megy oda! Nincs benne. Pedig nagyon-nagyon szépen utolsó pillanatban Lawson előtt irányt váltott, visszahúzta Fonák oldalra. Szerintem fel akarta lőni, de Lawson le tudta követni. Igen, Fonákra fel akarta emelni. Igazán Lawson nem ment el a cserre. Jól olvasta ezt a szituációt. Macik érkezik az ellenféltől? Igen. Ő tehát az első kísérletező. Macik és Adorjáné! Nagyon szép védés. Az első pár után tehát nincs döntés. Továbbra is mindkét kapus tényleg stabil. Macik tenyeres oldalról nem variált, megpróbálta inkább erőből a bal sarokra küldeni. Adorján ott volt. És Pavuk. Pavuk érkezik. A második magyar kísérlet tehát. Pavuk elindul. Pavuk, nincs bent. Pedig nagyon-nagyon megindult jó sebességgel a lövésnél. Ez talán egy picit megzavarta Lawson, de nem csúszott annyira be a kapuba. Tenyeressel próbálkozott. Paulovics jön. Meg kéne fogni Adorján. Paulovics nincs bent! Adorján megint nagyot alakít. Nagyon-nagyon szép védés volt, ugye ő is egész jó sebességgel jött és húzta át tenyeres oldalra. Odaér, lábbal is és a kezével is odaér, hihetetlen. Novas János, csinálj nekik egy nagy feladványt, Jankó. Egyelőre még nincs gól a büntetőpárbaj során, Vas lövj el! A kapu mellett is. Nem ért bele a... Hát lehet, hogy hozzáér, de sajnos a tényen mit sem változtat, hogy mellé bent összességében. Hát lehet, ment érte. Jankó a klasszikus botos 20 centis próbálta előni, az mindig egy Kristóf jön. Jó hely. Kristóf eldöntheti. Kicsit kiviszi balra, egyenről a tenyeresén van, még mindig Kristóf, nincs gól! Hát ez... Megy tovább! Elég flagmacs el volt, de Adorján nagyon-nagyon higgadt maradt, tényleg nem győzük dicsérni. Ugye itt áthúzta és vissza akarta úgymond óvatosabban helyezni a hosszú oldalra, de Adorján nagyon szépen lekövette. Magosi a következő. Hát ennél jobban most már tényleg nem lehet a végletekig kiélezve. Magosi indul el, a magyar csapat kapitánya. Magosi, nincs gól ebből sem. És most ugye... Megint Adorjánon minden magyar szem. Ez egyértelműen hozzáért Lawson. Ugye ezt védtem. Rucskai indul meg Adorján kapuja felé és belövi. Itt van a vége. Nem vallott szégyent a diósgyőri csapat, ezt számtalanszor el lehet még mondani. Vagyok benne biztos. Lehet, hogy mégiscsak ötöt. Hivatalosan, mint az lett volna a kiírásban, hogy ötöt lövő van. Egyelőre még várjunk ki. Hármatra. Nagyon örül. Nem, szerencsére. Igen. Kulmala lőhet, és most már mindenképpen be kell lőni, máskülönben nagyon... És belelő Kulmala! Szerencsét hozott, hogy úgymond lemondtál már erről, mert tényleg megtévesztő volt a kiírás, ugye, hogy hármat írtak ki. De ők rontottak, mi tudtuk igen. Jól, hogy ötöt. Most nem szabad gólt kapnunk tehát. Szlovák indul meg. Adorján, meg kell fogni ezt Adorján, úgy van! Ez nagyon... Védés volt talán, ugye? Jól láttam, hogy kapufa. Szerintem a jobb lába. Csodálatos legény ez az Adorján.
Nézzük még egyszer. Ebből a helyzetből visszatudtatolni, mert bizonyám ez egy nagyon komoly védés, és most nem tudom, hogy oldalt fordítanak, így van. Igen, most akkor Paulovics kezdi. És most már ismét lőthetnek a lövők. Fordul a csere, Paulovics második kísérlete, reméljük ez sem lesz jó. Paulovics úgy van, kimarad, mert Adorján bal lába ott van. Hát, és most a magyar döntheti el. Nálam megvan a meccsembere. Adorján hihetetlen dolgokat művel itt, hogy leviszi oda a bal mamutot. Nokulmala. Ha még egyszer meg tudnád csinálni az előző mókát. Kulmala indul, Kulmala ütőjébe ott lehet az egész kupa. Kulmala még, Kulmala nincs bent. Még mindig megy tovább. Hát, ahogy halljuk, hogy a helyszín is jó a hangulat, de azt gondolom, hogy a srácok tényleg megdolgoznak itt a megfogta lószor. Kristóf jön. Kristóf ugye már egyet kihagyott. Most hát, ha még egyszer megteszi ezt, úgy van Adorjáné! Újra magyar bodban a lehetőség. Nem tudnak átjárni Adorján eszén. Hihetetlen összeszedett ez a fiatal fickó. Galanis eldöntheti, ugye a legelsőt kihagyta, most hát, ha jobb lesz. Galanis elindul. Lőjük be, nincs bent. Ugye most itt nézzük a lövő táblát, elég sok piros pötty van. Tényleg? Azzal van tele. Nem akarta közelebb vinni. Kijelenthetjük, hogy akármelyik csapat nyer a kapusok. Ucskai jön. Kimagaslottak a mezőnkből. Ucskai és Adorján belői. Ucskai már másodikat lövi be, nem? Már neki volt egy, amikor majdnem azt hittük, hogy vége. És itt az utolsó pillanatban változtatott lövőszöget, és ezzel tudott sikerre járni, de... Most pedig muszáj belőni, nincs mese. Még Vas János. Vas Jánosnak be kell lőni. Vas János, a lét életbe maradásért jön Vas János. Vas János, nincs gól! Víťazom sa stáva družstvo.